A szokásos európai járvány körképpel folytatjuk a híradót. Beutazási korlátozás lépett életbe Németországban, az ausztriai Tirolból, Szlovákiából, valamint Csehországból is csak előzetes regisztrációval és negatív vírustesztel lehet átlépni a határt. Az érintett határszakaszokon már ma hatalmas sorok alakultak ki. A szigorításra az új vírusvariánsok miatt volt szükség. Németországban ugyanis attól tartanak, hogy oda is behurcolják ezeket a gyorsan terjedő mutánsokat, ami a járvány újabb hullámát indíthatja el. Kilométeres kocsisor torlódott fel Bajorország déli határán. Minden Ausztriából érkező autót ellenőriznek a német határőrök. A Tirolból érkezőket pedig néhány kivételtől eltekintve visszafordítják. Vasárnap lépett ugyanis életbe a beutazási tilalom a Csehországból, Szlovákiából és az ausztriai Tirol tartományból érkezőkkel szemben. Németország így szeretné megakadályozni az ezekben az országokban rohamosan terjedő vírusvariánsok behurcolását. Míg Tirolban a dél-afrikai mutáns fertőz, addig Csehországban és Szlovákiában a brit variáns. A beutazási tilalom alól csak a német állampolgárok, a németországi lakcímmel rendelkező külföldiek, illetve a fuvarozók és az átutazók mentesülnek, de csak ha rendelkeznek 48 óránál nem régebbi negatív koronavírus teszttel. A teszteredmények elemzése során különösen figyelünk a mutációk jelenlétére. A rendelkezésünkre álló adatok szerint nagyon sok Csehországból érkező ingázó szervezetében van jelen a vírus brit variánsa. De ez nem csak a Bajorországba érkezőkről, hanem általában a cseh lakosságról is elmondható, mondta a bajor kormányfő. Vasárnap hajnalban 100 ország tartomány határán is egyenruhások jelentek meg. Megállítják az autókat, a cseh lakosokat visszafordítják. És a Szlovákiából érkezőkkel is így járnak el. Így tönkre fog menni a két ország közötti szoros kapcsolat, véli egy férfi. Mások szerint azonban az intézkedésre szükség van. Ezt sajnos meg kellett lépni, bár hozzátenném, sok más tennivaló is volna, mondta egy férfi. A korlátozás csaknem 33 ezer Németországban dolgozó csehet érint. Közülük 8900-an 100 országba, 22 ezeren pedig Bajorországba járnak át rendszeresen dolgozni. Csehországban napi csaknem 10 000 új fertőzöttet regisztrálnak. Minden tizedik esetért a koronavírus új, korábbinál sokkal fertőzőbb brit mutációja felelős. Teljes járások kerültek vesztegzár alá. Ezekben a régiókban ugyanis az országos átlagnál 3-4-szer több a fertőzött. A három legfertőzöttebb járás határait még pénteken lezárták, az ott élőket pedig vesztegzár alá vonták. A kórházak azonban megteltek, ezért a súlyosabb betegeket a prágai kórházak intenzív osztályaira szállítják, sőt a kormány fontolóra vette, hogy a szomszédos országoktól is segítséget kér.